Ahol most vagyunk, egy teljesen átlagos kis pici lakásnak tűnik, de azért egy kicsit ez más. Mivel ez egy mobilház. A mobilházak elsősorban Angliából, illetve Hollandiából érkeztek. Ott már ugye komolyabb múltja van magának a mobilház kereskedésnek és magának ennek az életformának. Már a 70-es, 80-as években angol gyártók készítettek ilyen mobilházakat, eleinte kisebbeket, nyilván az igény megnövekedett, és egyre nagyobbakat kezdtek el gyártani, azig a szélességig, hosszúságig, amíg még közúton ezeket egyszerűen és úgymond kivitelezhetően lehet szállítani. Az angol mobilházak külső lemezborítású. Kora tavasztól késő őszig ebben a formában komfortosan lehet használni, tehát nem nevezhetők teljesen hőszigetelt négy évszakos házaknak. Hogyan van itt a belső kialakítás egy ilyen mobilháznál? Ennél a típusnál ez úgymond egy középnappal is megoldás. Itt van a nappalinak az ülőgarnitúra, az étkező konyhával, és gyakorlatilag a mobilháznak a két szélében vannak a szobák és a fürdőszobák. Minden ilyen kis mini, ilyen mini emberek laknának egy kis mini házban, de közben így van. Két fürdőszoba van. Minden négyzetcenti gyakorlatilag hasznosítva van, ugye magák a falvastagságok, belső falvastagságok is vékonyak, hogy minél több tér megmaradjon. Körülbelül hány embernek kényelmes egy ilyen mobilház? Hát egy családnak azt mondom, hogy gyakorlatilag így, hogy három szobás, a két gyerek szobával, meg egy felnőtt szobával, tehát 4-5 fő. Most, hogy már láttuk, hogy hogyan néznek ki ezek a mobil és modul házak, most arra leszünk kíváncsiak, hogy hogyan készülnek. Mi a különbség a mobil és a modul ház között? Technológiában hasonló a két építmény, bár ebben még azért mennek a viták, hogy ez építmény vagy nem építmény. Mind a kettő egy acél létrealvázra épül. A mobilház az egy egységes, tehát annak kereke van egy acél alvázon, és azon van a felépítmény. A modulház az a technológiájában hasonló, de ott több egység van összecsatolva, tehát így érünk el nagyobb alapterületeket. Körülbelül mennyi idő egy ilyen mobilháznak az elkészítés? Hát ez mérettől, felszereltségtől függ, általában másfél és három hét között. Legelőször elkészül az acél létrealváz. Utána megkapja, ugye megfelelő védelemmel, mindennel lekezelve, utána megkapja a fegyverzeteket, amit magát a panel tartják. Ebből áll össze az egész épület. Miben tudok segíteni? Most már fenn van a fegyverzet, ki van furva a luk, a popszeget gépet belenyomni és meghúzni a ravaszt. Még egyszer, hogyha nem szakadt fel. Most már elszakadt. És... Opa! Ahogy kinyílt a világ, ahogy elmentek az emberek külföldre és láttak hasonló technológiákat, így el tudják most már azt is képzelni, hogy mondjuk egy ilyenbe éljenek, ne csak mondjuk kőházba vagy téglaházba. Magát a mobilházat azt Angliába találták fel, de érdekes módon először nem ott lett a legnépszerűbb, Amerikába átkerült, Amerikában nagyon népszerű lett, azért, pontosan azért, mert ugye az amerikaiak nagyon sokat költöznek. Nagy az ország, nagyon sokat költöznek, és vitték a házaikat magukkal. Európába viszont Angliába, meg Olaszországba, Franciaországba indult el először. Ők már évtizedek óta gyártják őket, elég népszerű is, és nem csak a szegény embereknek a háza. Tehát nem csak kicsit Magyarországon még eleinte egy kicsit ilyen degradáló volt, hogy jó, mobilházba lakik, vagy modulházba lakik. Ma már ez nem így van.